Eszenyi Enikő csengerszülötte, mindig szívesen jár vissza a városba. 2 évvel ezelőtt kapott a város közgyűlésétől egy helyet, amit oktatásra használhat. Így fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy el lehetne indítani egy olyan workshopot, amit évekkel ezelőtt külföldön, például Washingtonban és Szentpéterváron is megvalósított már. Fiatal kollégáival dolgozik együtt, több mint egy héten át tanítanak többségében határon túli színészhallgatókat. Óriási dolog, mert különböző országokból jönnek a hallgatók, de mégis ugye magyar nyelven beszélnek, és ott az ő például Szlovákiában ők nem tudnak magyarul játszani. Az egyetemen van beszédórájuk, meg nyilván van magyarul néhány órájuk, de nem olyan sok. Úgyhogy itt magyar nyelven tudjuk őket terelgetni, itt a szabadság érzetet kell. Tehát a szabadság érzetet a művészetben az, ami egy fontos út. A workshopok visszatérő témája Csehov, Sirály című színműve, aminek egyik témája a színház. Ez azért fontos, mert abban van egy nagyon fiatal rendező, Trepjov, aki a szerelmével, Nyínával akar színházat csinálni, új formákat keresnek, kutatják, hogy hogyan is lenne jó a színház, és azokat az elavult, rutinszerű, ürege színházi formákat ők tagadják, és nem akarnak olyanok lenni, nem akarnak kényelmesek lenni, ki akarnak lépni a komfortzónájukból, újat szeretnének. És tehát esténként ezeket a jeleneteket fogjuk majd próbálni. Pénteken a fesztivál nyitányaként emlékkoncertet láthatott a közönség az izraelita temetőben, ahol Mester Dávid játszott zongorán, és felléptek hegedűművész és operaénekes kollégái is. A hét folyamán a fesztiválon koncertet ad majd Cserpes Laura és a csengeri születésű Katona Petra, aki egy tehetségkutató műsorban az év felfedezettje díjat kapta. Pénteken a workshopon résztvevő fiatalok Csehov Sirály című művéből adnak elő jeleneteket. A Csak Fesztivál augusztus 14-én zárul Csengerben.